A Szederkényi Sportegyesület 1947-ben alakult, és jelenleg a település legnagyobb létszámú civil szervezete, 250 igazolt sportolóval. A felnőttek a megyei első osztályban szerepelnek. A sportegyesület az óvodásoktól az öreg fiúkig minden korosztály számára kínál sportolási lehetőséget. A település 750 éves évfordulóján a felnőtt csapat hívta ki barátságos mérkőzésre az elszármazottak gárdáját. Nyilván az egész gyerekkoromat itt töltöttem, és gyakorlatilag a gyökereim innen vannak, és itt rúgtam az első felnőtt bajnoki gólomat, tehát gyakorlatilag nekem annyi élményem fűződik ez a pályához, és annyi emberrel van kapcsolatom ez miatt, hogy nekem nyilván ez mindig is a hazám, ahogy Kozár Mistenyiség félig a hazám, de ugye a Szederkény mindig az igazi gyökereim, és nekem ez ilyenkor mindig nosztalgikus, pont tegnap is srácokkal ezt beszéltük már az előkészületek során, hogy hihetetlen nosztalgikus élményeket okoz ez az összejövetel is, meg maga az, hogy ezekkel az emberekkel újra egy öltözőben lenni, egy pályán lenni, nekem nagyon sokat jelent. Én tegnap ugye pont a tájház átadója volt, ennek a faluban van egy tájház, aminek az átadója volt, és ugye nagyon fontos az, hogy az őseink, az igazi Dónaussvábenek, akik ugye bejöttek ide annó, és ezt a falut elkezdték építeni, hogy milyen tradíciót, milyen hagyományt és mit építettek, és gyakorlatilag mit hagytak itt örökségül, és ugye ezt éveken át, ugye, hogy felépült, és ugye itt tart most ez a település, biztos, hogy az ő alapjaikra sikerült ezt felépíteni. Nekem ez nagyon fontos, hogy ez a folytonosság megvan. Édesapám is polgármesterként sokat vett részt ebben, és nekem is nyilván mindig szívügyem az, hogy mi történik itt, akár a sportéletben, akár a falu életében. Ez most már a 11. szezonom lesz itt a felnőtt keretben. Nagyon sokat jelent nekem, mert az amatőr labdarúgásban itt találtam meg a számításaimat, és egy nagyon befogadó közösségbe érkeztem, és most az öreg fiúk ellen, akik ellen pályára lépünk, szinte mindenki a csapattársam volt, amikor idejöttem, és még én voltam a legfiatalabb. Hát most van egy fúziónk a Kozár Mislennyel, és szerintem ez lendíteni fog a csapat teljesítményén. Nehéz konkrét elvárásokat megfogalmazni, de szeretnénk az első 8-ba végezni körülbelül. A 75 éves sportegyesület otthona a megye egyik legszebb sportkomplexuma, ahol a centerpályán kívül egy világítással ellátott edzőpálya, valamint egy műfüves és egy aszfaltos pálya is található. Itt, aki nyomon követi itt a megyei labdarúgás, a Szederkény az mindig is arról volt híres, hogy egy nagyon jó kis közösség, nagyon jó kis társaság van. Ugye itt most is látni fogjátok, hogy itt a 60 évestől a 6 évesig körülbelül lesznek játékosok egyszerre a pályán. Való ez is az egyesületünknek a célja, meg a mottoja is, hogy próbáljuk meg közösséget építeni itt Szederkényben. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, amit itt láttok, meg a kedves nézők is, amit látnak itt a sportegyesületnél, a létesítményeinkre. Ugye itt az elmúlt években nagyon komoly fejlesztések voltak, ugye látjátok a világított edzőpályát, a műfüves pályát, az automata öntözőrendszert, az öltözőnk is fel lett újítva, ugye itt az MLS által biztosított forrásokból tudjuk ezt ennek a projekteknek a jelentős részét abból tudtuk megvalósítani. Alapvetően sokan úgy gondolják, hogy csak néhány perc és csak szeretnének ugye részt venni rajta. Ez azért jó érzés, mert hogy szerettek itt lenni, és szerintem ez fontos, hogy egy ilyen esemény kapcsán is eljönnek, szívesen pályára lépnek, és van egy ilyen érzés mindenkiben, hogy jó ide tartozni, és hogy szerettek ide tartozni, és a mai napig szeretnek ide tartozni. A gólgazdag találkozót a megyei első osztályban szereplő gárda nyerte meg.